Hogy tökéletesen szóljanak a hangőrző projekt keretében a népdalok a gyerekek szájából, egy olyan népdalénekes segítette a lelkes fiatalok munkáját, aki az erdélyi magyar táncházmozgalom első generációjából való. A Barozda Együttes örökös tagja, énekese, akinek a vérében van a népzene, a hagyományőrzés és a szülőföld szeretet. Molnár Szabolcs mellett Györfi Erzsébet látta el hasznos tanácsokkal a projektben résztvevő gyerekeket, akik biztosan örömmel és megtiszteltetéssel fogadták ezt. Bizonyára így gondolja ezt Antal Csenge énekes pacsírta is, aki itt van velünk Györfi Erzsébettel közösen, és akiket tovább faggatunk a projekt kapcsán. Köszöntünk titeket, örülünk, hogy itt vagytok a stúdióban. Mi is örülünk, köszönjük. Erzsébet, milyen tapasztalat volt részt venni a hangőrző projektben? Milyen tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodott ebben a periódusban? Hát az Erdélyi Magyar Népzenészek Egyesülete, pontosabban Molnár Szabolcs felkérésére örömmel mondtam igent, többféle szempontból is. Egyrészt, mert minden érdekel, ami a népdalosokkal, a népdalosainkkal kapcsolatban van, vagy a népdal, egyáltalán a népdallal. Tehát ezt azért éberen követem, és érdeklődéssel fordulok minden ilyen irányú kezdeményezés felé. Másrészt meg, hát kimondottan örültem, hogy végre van egy olyan lehetőség, ahol ezek a gyerekek, akik ebben a zavarodott világban, mondjam úgy, vagy ebben a sok mindent lehetne csinálni világban, a népdal fele fordulnak, és komolyan foglalkoznak vele. És ezek a gyerekek végre meg is mutatkozhatnak a médiában, mert a médiának nagy vonzereje van, és nagy, hogy is fogalmazzak, hogy pontos legyen, motiváló lehet a gyerekek számára, azoknak is, akik jelen vannak, és azoknak is, akik esetleg látják. Úgyhogy örömmel kapcsolódtam bele ebbe a úgynevezett filmes projektbe, tehát a népdal énekesek megmutatásába, és úgy remélhetőleg tudtam is segíteni nekik. A kolléga mesélte, hogy a gyerekeket népdalversenyeken válogatták. Mindegyik esetében így volt? Van rálátásom, hogy kiket kellett meghívni ebbe a projektbe. Egy nagyszerű kezdeményezés van, ismeretes a csak tiszta forrásból vetélkedő, ami több mint 20 éve szolgálja ezt az ügyet, a népdalosok fellépési lehetőségét, és gondozza is ezeket a tehetségeket, tehát olyan cél tűzött ki magának, hogy a vetélkedőnre a gyerekeket meghívja, bemutatkozhatnak, ugyanakkor a szakmai zsűri tanácsára és kiértékelői kapcsán fejlődhetnek ezek a gyerekek. És ilyen módon van rálátásom, mert hiszen ebbe több éve zsűrizek, és így tudtam, hogy kik azok a gyerekek, akiket meg lehet szólítani. Csenge, te hogyan fogadtad a felkérést? Hogy mi volt az első gondolatod, ami beugrott, hogy majd videóra veszik azt, ahogyan te énekelsz? Hát az első gondolatom az volt, hogy gyümásban lesz, és nagyon-nagyon szeretek ott lenni, és ott egy egész olyan környezet van, ahol jön, hogy énekeljél. És másrészt, hogy az utógenerációnak lesz fennmarad ez a kincs, úgymond, és nekem ez volt, ami beugrott először. Milyen volt a forgatás a gyerekekkel? Örömteli munka volt, meg kell mondjam, bár ugye 3 napot vett igénybe, és mondhatni fárasztó is, és viszonylag nagy hideg volt, viszont motivált az, hogy tulajdonképpen a gyerekeknek nagyszerű dolog volt az, hogy megmutatkozhatnak, nagy izgalommal töltötte őket el, hiszen ha tévébe fognak szerepelni, ezt mindannyian tudjuk, hogy nem kis dolog, és nagyon készültek erre. És tehát végül is úgy teltek, úgy peregtek el az órák, hogy észre se vettük,
igyekeztünk ugye magunkból a legjobbat kihozni, igyekeztem, hogy jól érezzék magukat, ugye egy kicsit anyáskodtam fölöttük, és hát csak úgy tudom összegezni, hogy nagyszerű munka volt, és határozottan jól éreztem én magam, és azt hiszem a gyerekek is legalább így csengett le, így csengett. És biztos Csengés nagyon jól éreztem magát. Csenge, te mióta énekelsz amúgy, vagy ki tanított téged éneklésre? Mi az, amit szerezte igazán a népdalban? Hát Korpos Zsuzsa tanított engem, és tanít énekelni, meg ugye Erzsike néni, és én azt szerettem a népdalokban, hogy át tudom élni azt a helyzetet, ami akkoriban volt, és hogy azoknak a gondját és súlyosságát át lehet élni egy énekben, akár keservesben, és bármilyen ilyen állapotot. Úgyhogy én ezt szeretem átadni, és ezért csinálom, úgymond. És már gyerekkorodban énekeltél amúgy? Vagy családban volt, aki esetleg anyuka, apuka énekelt neked? Hát inkább anyáik felül a családban, de ilyen kicsi korom óta énekelgettünk, és aztán egy négy osztályos koromba kezdtem ugye a versenyekre járni, és így belemelegettem úgymond az egészbe. Erzsébet, miért fontos nem csak a gyerekeknek, hanem az utókornak is átadni a népdal kincsét? Olyan világot élünk, hogy egyre úgy gondolom, hogy egyre nagyobb veszélyek leselkednek, főleg az ifjú generációra. A népdal egy jó eszköz lehet ahhoz, hogy megmaradjunk abba a tradicionális életformába, vagy legalábbis valamelyest hasonló életformába, ami csak a miénk, ami a legszebb, amit érdemes folytatni. Így a népdalt, a népdal oktatását, vagy a népdal éneklését egy olyan fontos lehetőségképpen, vagy lehetőségként fogom fel, hogy mindenképpen érdemes vele foglalkozni, hogyha a jövőre gondolunk, ha a jelenünkre is, de hogyha a jövőnkre gondolunk is. Ha meg akarunk maradni, ha úgy akarunk megmaradni azoknak, akik vagyunk, ha úgy akarjuk az életformánkat továbbadni egy következő generációnak, ahogy szeretnénk, és amit érdemes továbbadni, ami sajátosan csak a miénk, és szerintem a legnagyszerűbb, akkor ez egy nagyon jó eszköz a népdal. Oktatása is, és gyakorlása is, és éneklése is, igen. Vagy milyen értéket képviselhet amúgy a mindennapi világi embernek mondjuk a népdal? Mit jelenthetnek, illetve hogyan lehet esetleg közelebb hozni ezt a világot azokhoz, akik mondjuk, nem tudom, távolabb állnak tőle? Hát gondolom elsősorban ugye azt kellene megértetni, vagy elfogadtatni, hogy ez érték azokra utalván, akik ugye esetleg távol vannak ettől. És hogy olyan érték, amivel érdemes foglalkozni. Tehát, mert annyi mindennel foglalkozunk és foglalkoznak, ezt mondhatnám, hogy egy kicsit mostoha gyermeke a népdal, meg akár a megmutatása is, bemutatása is, ezeknek a gyerekeknek a megmutatása, hogy mikkel foglalkoznak, milyen kemény munka van, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy a népdal éneklés van, talán könnyű. Nem, mindenkinek komoly háttérbe komoly szakember készítőket feldolgoznak. Nem mindenkinek adatott meg az, hogy esetleg a falun magába szívja. Az egy szerencsés eset, vannak ilyenre is példák. De legtöbb gyerek például, akik itt megmutatkoznak, azok utólag tanulták, vagy párhuzamosan a nagymama falusi hangulatával, párhuzamosan egy kitűnő szakemberrel készülnek fel, akár vetélkedőkre, vagy akár apró bemutatásokra. Tehát talán ezeket megvillantani, talán éppen ez a műsor lesz jó arra, hogy ráeszméljenek, hogy igen, ezt érdemes művelni is, akár csak hallgatni. Attól is gazdagabbak leszünk, hogyha hallgatjuk. Csenge, mesélj egy kicsit a forgatásról. Milyen volt? Mit tanultál Erzsébettől? Hát a forgatás az jó volt. Nekem egy nagyon nagy élmény volt, mert nagyon egy csomó jó fejemberrel ismerkedtem meg, és nagyon viccesek voltak a
bácsi is, akik ott voltak és filmeztek. Volt, hogy néha azért kacagtuk el magunkat, mert ők is ott voltak és megnevettettek, de egy nagyon nagy tapasztalat és jó érzés innen is látni a világot, nem csak az én nézőpontomból, és ez egy kicsit így kimozdított, és úgymond egy új tapasztalat, és ez is előre segít a mindennapokba. Egy picit sem izgultál az elején? Hát izgultam, mert még ilyen fajta, úgymond felvételekkel én nem találkoztam, és azért bennem volt az izgulás, de tudtam, hogy meg kell csinálni, és így előre tekintettem. Hogyha ennyire szereted a népdalt, akkor kérdezem, hogy mi szeretnél lenni, ha majd nagy leszel, és a népdal az mindig része lesz az életednek? Hát biztos, hogy része lesz az életemnek, és nem tudom, mert nagyon sok ilyen nézőpontom van, hogy mit szeretnék csinálni, viszont ez biztos, hogy az életem része lesz, és biztos, hogy folytatni fogom, meg tovább fogom adni majd az úgymond gyerekeimnek, vagy más gyerekeknek. Erzsébet, mi a nagy álom, hogy a hangőrző projekt hová nője ki magát? Hát ugye sok álmom van, amiben beilleszkedik ez a hangőrző program is. Mindent megelőzőleg azért elmondanám, hogy tehát minden lehetőséget megragadunk többen ahhoz, hogy minél több gyermeket tudjunk bevonzani a népdal éneklés bűvkörébe. Ilyen kezdeményezés van az Eszter Lánc Alapítvány által kitalált székelyföldi énekiskola is, ahova Csenge is jár, ahová a gyerekeket azért hívjuk meg a régió különböző helyeiről, Gyergyótól, Keresztúrig, Udvarhelytől, Csíkig, hogy egy közösségbe kovácsolódjanak össze. A repertoárt mindazonáltal, hogy mindenkinek megvan a saját oktatója, de itt közösen egy bizonyos repertoár bővítést végzünk, tehát bővüljön az ő népdalkincsük is, és főleg, hogy egy olyan közösségi kovácsolódjanak össze, akik nem csak a versenyeken találkoznak, hanem bárhol utána talán éppen közülük fog kinőni az a népdaloktató, egy következő generáció népdaloktatója, és az sem mindegy, hogy ismeri-e a keresztúri gyerek a csíkit, a csíki a háromszékit, vagy a gyergyóit, stb. Tehát mint jó barátok, nem egymás vetélytársai, hanem mint jó barátok tulajdonképpen a népdal továbbadásának szenteljék esetleg az életüket, akár főállásba, akár szülőként, akár csak mellékállásba, majd a jövőbe. Na, egy ilyen projekt, tehát visszatérve a kérdésre, megsegíti ezt, ennek a megvalósítását, vagy ennek az álomnak esetleg egy kiegészítő része lehet, ami által esetleg több gyerek kapcsolódik bele, vagy több gyerek kívánja meg, akár az adáson keresztül, hogy énekelhesse. Hát mi nagyon köszönjük, hogy itt voltak és eljöttek hozzánk a stúdióba. További sok sikert kívánunk, áldott ünnepeket, Csenge, neked jó tanulást és kitartást az iskolában. Köszönjük még egyszer. Köszönjük, és akkor hallgassuk meg közösen Antal Csengét. Csenge vagyok, 14 éves, Gyergyószent Miklósról jöttem, és nagyon szeretek népdalokat énekelni, mert akkor átérzem azt a kort és azt az életformát, ami akkor volt. Az elején nem ment olyan jól, és féltem nagyon, és nagyon sokat sírtam, és megálltam,
és aztán kezdtem észrevenni, hogy ezt magamért csinálom, és nem azért, hogy valakinek megfeleljek, és akkor így belecsöppentem ebbe a világba, és aztán a többi az jött magától. Különböző népdal versenyeken vettem részt, és voltak ilyen fellépések is különböző eseményeken, amik nem tétre mentek, hanem magáért az élményért és a megemlékezésért. Most már kevesebb a verseny, így el is maradtak a vírus miatt is, de reméljük, hogy visszaáll minden a rendes kerékvágásba. Nyárgyó felé fejre! Édes rózsám, élet szemék, élek szívem nem utam meg, el szerencsédre maradtam meg. Zúg a harang vasárnapra, éjjel-nappal parancsolnak. Minden vasárnap délután nálam nélkül táncolsz, babám. Táncolj, babám, ne várj engem, ne kesergem.